Legalább 14-en haltak meg a szombati vulkánkitörésben Jáva szigetén, Indonéziában. A mentők túlélők után kutatnak a hamuval borított falvakban. Mintegy 1300 embert kellett elmenekíteni a területről. A mentés nehezíti a tömény füst, az áramkimaradások és a folyamatos esőzés, amely sárrá változtatta a vulkáni törmeléket. A víz járműveket és házakat lepett el, a forró sár sokaknál égési sérüléseket okozott. A helyiek azt hitték, hogy ez csak a szokásos árvíz. Nem tudtuk, hogy forró sár folyik. Aztán egyszer csak elsötétült az ég, elkezdett esni és forró füst terjengett. Még jó, hogy esett az eső, így kaptunk levegőt, mesélte egy helyi férfi. Mondtam az alkalmazottamnak, aki a boltomban dolgozott, hogy ne menjen haza. De ő ragaszkodott hozzá, és már nem lehetett rajta segíteni. Csapdába esett a forró füstben, mondta egy másik. A katasztrófában a térségből a közeli Malang városba vezető fontos híd is megsemmisült. Indonézia a csendes óceáni tűzgyűrűn fekszik, ahol a kontinentális lemezek találkoznak. Csak nem 130 aktív vulkánról tudni a térségben. A szombaton kitört tűzhányó a Semeru több mint 3600 méter magas, legutóbb tavaly decemberben tört ki.